Jó napot kívánok, az én nevem Gyuris Karolina, köszöntöm újra a kedves nézőket. Elérkeztünk műsorunk negyedik évadához, ami picit különbözni fog az előző évadoktól, ugyanis nagyanyáink receptjeit fogjuk elkészíteni Teri nénivel. Na de mielőtt nekiállnánk a főzésnek, el kell mondjam, hogy ezeket a recepteket nagyon öreg szakácskönyvekből állítottuk össze, és szeretném Teri néni, ha mondana néhány szót ezekről a könyvekről. Hát erről a könyvről nem sokat tudok, mert most kaptam egy barátnőmtől, ahogy megtudtam, hogy mit kell főzünk, úgyhogy erről nem sokat tudok, de eztet, hát már kislány volt, amikor Rozi Angyin vette 1959-ben, és azóta én ezt a könyvet mindig lapozgattam, amikor oda mentem, mindig lapozgattam ezt a könyvet, úgyhogy megszerettem, már úgy látszik, hogy gyerekkoromtól már szerettem a főzés, érdekelt. Úgyhogy mindig olvasgattam bele, és nem olyan rég egy helyen üritettünk kukoricát, és én a supában ott láttam újságokat, és ennek a könyvnek a sarka ki volt az újságok közül. És én rögtön megismertem, hogy ez nagyon ismerős szakácskönyv, és én oda is elvettem, és jaj, látom, hogy a Rozi Angyi szakácskönyve. És én azt szépen a táskába tettem, és hazavittem. Persze nem nyugodtam, hogy nem mondjam meg Angyomnak, hogy mit találtam, és én bejelentettem, hogy én ezt a könyvet nem adom senkinek, ez megmaradt éppen Rozi Angyitól, igen. Úgyhogy most és éppen nagyon jól jött nekünk, igen. Elővettem, de szoktam belőle úgy, amikor gyerekek otthon voltak, akkor többet elővettem, igen. Nagyon sok szép emlék fűződik ehhez a könyvhöz, mert sok süteményt ettem, amit Rozi Angyi megsütött. A mai műsorunkban tarhonyás töltött paprikát fogunk készíteni, úgyhogy szerintem Teri néni, el is kezdhetjük. Hogyan készül ez az étel? Hát ez az étel úgy készül előbb, hogy a szalonnát összeaprítsuk apróra, és kisüssük a zsírját, olyan kicsi ropogósra majdnem, és félre kiszedjük, és félre rakjuk. Igen. És abba megdinszteljük a hagymát, és én megcsinálom a tarhonyát. Jó, én látok itt egy új eszközt. Hát ezt az eszközt, mivel hogy az én testvérem nagyon szerette a tarhonyát, úgyhogy nem is ette ő a rizsával se a töltött paprikát, akkor ő csinált egy ilyen, hát biztos a régiekről nézte le, és csinált egy újat. Tarhonyakészítőt. Tarhonyakészítőt, mert a régi tönkre ment. Akkor mi ezt fogjuk mostan használni, ezt ugye a műsorban? Jó. Igen. Ezen csináljuk meg a tarhonyát. Most neki fogunk, először a szalonnát összeaprítod kockákra, és oda teszed lassan dinsztelődjön, és mikor olyan szép pirosra dinsztelődött, akkor kiszeded, és ezt a két fejhagymát összeaprítod vele. Én meg addig elkezdtem a tarhonyát. Hogyan készült Teri néni a tarhonya? Hát teszek olyan 20 dekányi, 4 kiló lisztet, most meglassuk, mert ez a tarhonyát úgy szokták, hogy megcsinálják hamarán többet. Igen. És akkor megszárítsák, ruhazacskóba rakják, felakasszák a kamrába, és veszik elő, mikor töltik a paprikát, vagy akármit, akkor előszedik, és igen, már kézzel van pirítani. Most egy csepp sót is teszek bele. És egy csepp vizet. Nem merik sokat, nehogy. Ezt elég keményre kell meggyúrjuk, hogy azon a szitán szépen átbírjuk törzsölni. Szokott te mostanában készíteni ilyen töltött paprikát? Vagy leginkább rizssel? Nem, rizssel csinálom. Igen. Én. És még nem is csináltam ezen a tarhonyát, majd most csinálom először úgy, hogy nem tudom, hogy sikerül. Hát reméljük, hogy sikerülni fog. Apró kockára vágtam a szalonnát, most kisütjük a zsírját. Van ebből a tarhonyat csinálóból apró lukú is, hogy apró tarhonyát csinálni, de ez kicsit nagyobb lukok. Milyen alkalmakra készítették régen ezt az ételt? Hát
a töltött paprikát inkább, hát hogyha oda voltak a mezőn dolgozni, hogy estére vacsorára, vagy ilyen, hát mostan szoktak Szent Istvánra, búcsúra főzni, akkor többfajta ételt főznek, és akkor ez is közte van a töltött paprika. Említette, hogy a Szent István ünnepét, hogyan ünnepelték itt régen az emberek? Ugyancsak a vendégek, akik jöttek, akkor azok előtte valónak már eljöttek, és már műzsés forgás volt a faluban. Másnap volt Szentmise, mert Szent István király védőszentje a templomunknak, úgyhogy jött a templomba, és akkor hát összegyűlt a család ebédén, úgyhogy voltunk sokan. De most sajnos nem vagyunk sokan. Gyerekek jobban elmentek külföldre, hát aki, van, akinek sikerül hazajönni, úgyhogy felülünk most is a falu, idegen külföldi kocsikkal, de sajnos van kívül. Most nekifogok, és megpróbálom a tartalmat csinálni. Lássuk, hogy sikerül. Addig én megpucolom a hagymát. Jó lesz? Jó lesz, igen. Egy kicsit nehezebb, mint a reszelő. Emlékszek, szúnyognényém szokott mindig a lányainak csinálni nyáron, ugye ez gyorsan kell száradjon, akkor marad szép színű, hogyha gyorsan szárad. Szép. Szép tarhonyánk lesz. Szép sárga is, házatújás. Száradon ezzel áll, hogy bármi ellenségébe bele tenni. Mindjárt kész a tarhonya is. Miután kisült a szalonnának a zsírja, most kiszedem szépen, és akkor ebben fogom megpiríteni a hagymát. Így. Még egy keveset csinálok, és akkor elég lesz a mennyiség. Szerintem ez elég lesz, és nem lehet eltalálni a pontosságot, de megmarad a tészta is. El lehet használni, megszállítjuk el belőle. Három szelet füstölt szalonnát apró kockára vágtam, kisütöttem a zsírját, majd két kisebb fej vörös hagymát üvegesre pirítok rajta, és miután ez elkészült, Teni néni ráteszi a tarhonyát. Rá is bírjuk rakni. Egy kis kanál sót ugye tettünk a hagymára közben. Most kicsit jobban kell, tovább kell pirítsuk, mert friss a tarhonyánk ez valójában. Szép rózsaszínre pörköljük a tarhonyát, és ezzel fogjuk megcsinálni a tőteléket a paprikát. Tehát lényegében mi most rizssel helyettesítjük ezt a hagymás tarhonyát, ugye? Igen, igen. Amíg én pirítom ugye a tarhonyát, addig Teri néni át fogja készíteni a paprikát. Szép friss paprika. Ugyan adják ki, kaparjuk. Na most látok én itt még egy eszközt az asztalon. Meséljen erről, milyen eszköz ez? Mire használja? Hát ez borsdaráló, valamikor ezen darálták a borsot. Disznóvágásra sok kellett, akkor ezen darálták a borsot. Úgyhogy ez nagyon régi, hát most nem lehet ezt használni, mert rég nem lehet használva, ez csak úgy. Tehát ide belehelyezték ugye a borsot, igen, és akkor igen. Így tekerték. Ja. Hát most van egy ilyen egyszerű. Hát mi ezt használjuk. Én szívesebben használnám azt a régi fajtát. Könnyebb azzal darálni? Könnyebb volt mindenben. A rizsával sokkal egyszerűbb az ilyen tőteléket megcsinálni, mert az készen megvan, belerakjuk a tőtelékbe. Igen. De valamikor nem volt otthon rizsa,
volt, liszt volt, tojás, gyúrtak, csináltak ilyen tarhonyát, megszállították, és volt mindig tarhonya otthon, úgyhogy bármilyen leves kéne, paradicsomleves kéne, igen. Előbbíták szedni. A stalonával mit fogunk kezdeni? Most már beleteheted egy kicsit, még pirulja. Jó. És azután ez mindig megy a tőtelékbe. És akkor igen, Most nem teszünk befőtt paradicsomot, hanem van kis paradicsomot, és teszünk az aljába egy sor kis paradicsomot. És ha köl, akkor még teszünk hozzá. Szerintem ez elkészült, Akkor ki lehet tenni, hogy jó. Paradicsomot összevágtam az aljára. Hány paradicsomot vágott? Paradicsomot összevágtam, és körülbelül egy kilónyi nyúlhúst, darált nyúlhúst teszünk oda. Húst el is lehetne készíteni, addig még hűl a tarhonya. Bele lehet rakni, kicsit megkevergetem. Két tojást felteszünk. Kevés sót, mert tettünk a hagymára is. És a szalonna is elég sós. Is sós, igen. Paprikát. Mennyi paprikát? Két kis kanál paprikát, majd még teszünk a levét. Borsot? Levébe is. Hol daráljad te? Jó. Langyos lett a tarhonyánk. Most, mivel itt tetszik nagyobb a kigányunk, akkor itt bele összekeverjük. Csinálok helyet. És most kézzel összekeverjük. Jusson mindenhol a fűszer. A tarhonyánk meg fog dagadni benne. Szalonna jó ízt fog adni neki. Én be szoktam dugni a paprikát paradicsommal. Jó. Most tőti. Megtöltöm előbb is, akkor paradicsommal bedugjuk mindegy paprikát. Most bedugom nyers paradicsommal a végeit. És az is belefő. Bár se folynak ki a tőtelékünk. De jobb ízű, ha belefő a paradicsom. Megtöltöttük a paprikánkat, maradt egy kicsit tőtelékünk, abból csinálunk gombócokat, és közé fogjuk rakni. Most egy kicsi vízzel felöntsük. Így. Mivel, hogy vagdaltunk bele paradicsomot, most teszünk egy csésze befőtt paradicsomot még hozzá. Így. Így. Megvárjuk, hogy fölfőjön. Annyi vizet öntött Elinéni hozzá, hogy majdnem elnepi a paprikákat. Beletesszük a gombócot, csak igen, és egy pici sót kellene még hozzáadni, ugye? Lehet a levébe. Egy kis kanálnyit. Jó, elég is. Hozzáadok egy kis kanál cukrot is. Így. Lefedjük. És amikor felfőtt, akkor belehelyezzük a gombócokat. És egy fedő alá, ugye egy lapos tányért teszünk. Igen, lefedjük, hogy... Jó. Tehát most várjunk el egy picit, hogy felfőjön. Fölfőtt a paprikánk,
most belerakom a gombócokat ide közé. Süllyedjenek bele a lébe. Egy lapos tányérral lefödöm, hogy ne emelkedjenek föl. Egyformán, egyenletesen főjön. Jól lenyomom. Lassú tűzön olyan másfél óra hosszáig fő. Biztos kész lesz. Lassan elkészül a paprika, Teri néni most elkészíti a rántást, egy evőpanál zsírt fölmelegített, amiben beletesz körülbelül két panál lisztet, és azután pedig fűszerpaprikát, ugye. Akkor ott lesz tenni a tányér. Van, aki szereti ritkán, van, aki sűrűn, hát ki, hogy akarja, úgy rántsa be. Most egy kicsit megsűrűsödött a rántás. De mindjárt szétrítjam. Elvésített vizet megteszi hozzá. Jön a rántással. Szép egészben maradtak a gombócok is. Elkészült a tarhonyás töltött paprika. Ha tetszett a recept, akkor mindenféleképp próbálják ki, és tartsanak velünk legközelebb is. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek!